Arcot most figyelsz? Na, egészségünkre akkor. Uraim, egészségünkre. Megvan. Végy egy liter bort. Önts ki pohár. Önts ki pohár. Majd előveszik a káposztát. Ne, igyál egyet, majd előveszik a káposztát. Végy egy kiló káposztát. És egy jó cigány pörkölt, hogy kezdődik? Lopjegcső. Lopja két tikot. Azt hiszik, majd a Haki Tamás forgatott filmet, ha csak püttyök lesz. Csak a kicsit ülések hallottam. Várjál, várjál, valaki ellopta a... Ja nem, nem. Hogy nyarulva? Lölütele! Én mazzag, ráadásul fölcsapta a széla, és én fizetem, mint először. Ezt mondtuk. Zanságra nagy bennem az akarat. Néha-néha leleiszom magamat. Bocsáss! El is készültünk az étellel. Nincs más dolgunk, mint állalni. Próbáltam kettészetni. Na jöhet az eleje, de miért mindig a parancsnok kettő? Hát azért, mert ez így szokás. Ja, te vagy a reckír ember? Hogy az az, hát ha én sem hehetek le, azonnal szólok, hogy hagyják a munkat. Vali, ezzel hetek? Igen. Jó. Lali, nagyon finomat főztél! Mint mindig! Aha, a kutya már jelentkezik. Komolyan mondom, a kutya mint egy fogadóbizottság, nem? Nagyon komolyan beáll, nem szól. Figyel. Kivannak én itt írva, hogy menjen mindenki a hogy a rúl értem, hogy
pászál kicsit diplomatikusabb üzenettel, hogy köszöntöm a látogatót, a közelben dolgozom, kérem, ön alól nézem körül, de most ez a közel nem a kocsma, hanem itt valahol le. Állat körül, de hát akkor itt a, nem tudom, hol kezdjem, mindig jeleket szoktak kérdezni, amit hogy a, ilyen későn másztam le a kárnó, nem vagyok annyira szörös, de szoktam mondani, hogy föláll az ember hátán a szőr, amikor ilyet kérdezem, hogy mikor kezdtem le egy kitárvászlás? Szoktam mondani, hogy reggel szoktam ágázdálni, és egyébként 2000-ben kezdtem, mert kitárvászlát így hajnalban így jön, és akkor, hogy hogyan jut eszébe, hát mondom, rúgd el az asszonyt, találjál már ki valamit. Szerezzél már téglát, követ, maltját, mindent. Mi álljuk az összes cehet, csak csináljál már valamit. Ezt szoktam rá válaszolni, persze az az igazság, hogy utalnak, gyűlölnek, hogy ide költöm már a család pénzit. Most meg majd elfogadnak, hogy öregkoromra megbolondulok, nem tudnak velem mit kezdeni. Bár még a középkorban se bántották azokat, akik kicsit lüttyösség voltak, de ha még visszaabb megyünk, mikor a magyarok elkalandoztak Szent Gallenbe, hogy a svájc területe, hát egy kicsit gyűjtögetni, akkor az összes szerzetes a kastélyból elmenekült, egy ott maradt, aki ütődött volt, azt meg nem bántottak. Persze kiderült, hogy miért nem, mert az mutatta meg, hol van a bor, a pincében. Na, szóval itt egy számítalan volt 1012 élelmét, hát nem illegálisan mindenki idehoztak. És akkor elkezdtem egy támfalat építeni abból az anyagból, ami itt értékesíthető volt, tehát kőtégla darabok, meg ilyen robbantott beton a sípből. És közben, amikor az évek alatt bonyolódott, akkor látták, hogy mivel foglalkozom, azóta hordják be ezeket a téglákat, amivel motiválom a falakat. Tehát egy támfalat kezdtem építeni, hogy a szőlősor mellett elmenő lovam ne féljen a szakadéktól, és abba itt összefoglalok 10 évet, egy kicsit belebonyolultam, így kinőtte magát. És hogy lemegyünk ezen a kerengőn, akkor megraktam téli munkám során olyan gépkeretekkel, igazán népi munkára nem szerettem volna pénzt költeni, ezért minden omlás szakadékot úgy építettem be, hogy az valahogy a funkcionális legyen. Most tervezem, hogy itt majd lesz egy kis darab lépcső, ahol a huszárok le tudnak baktatni. Másik felül meg marad ez, egy védőkorlát, hogy idősebb hölgyek ő tudjanak válszorogni, vagy biztonságosan le tudjanak menni. Most pillanatnyilag ez a báltér ezekkel a atyafiakkal van megdíszítve, ami a történelmünkre emlékeztet. Aztán, ha lemegyünk, ide látogatunk, nevezték a lovagteremnek, én a magam részéről egy partfal védelemnek a statikai elemét hoztam létre, mert ugye azt építészem mindenkinek magyarázni. Ott itt például egy magyar nyelvű, de Szlovákiában állomásozó építészmérnök iroda vezetője, meg annak a építés vezetője, és körülnéztek itt, és azt mondták, hogy amit én megépítettem eddig, annak a tervezési díjából, meg annak a statikai ellenőrzéséből ők már egy autót tudtak volna venni. Hát mondom, ezt szoktátok bevárni, meg ezért nem használni a tervezőt, meg így kivitelezőt, mert akkor ez nem készült volna el, ha én azokra költöttem volna azt, amit itt adományként kapok. Tehát azért mondom, úgy kezdtem a bevezetőt, hogy mikor kezdtem, meg kikára veszem, olyan kérdéseket nem tűnelek, bár van egy barátom, az meg úgy fogalmaz, hogy annak vannak jó ötletei, aki egy kicsit hülye magyarul beszélve. Ára az meg a barátom fölébredt a kómába, azt mondja, nem, kicsit hülye nincs. Bár aki hülye, az nagyon.
Na most ára szoktam én mondani, hogy aki ilyet akar csinálni, annak nagyon irányú lenni, bár valami másról építeni, mint ami szokvás lép. Már lehetne azt lecsempézni, meg bávakolni, simára csiszolni, de itt nem az a cél. Seattle is technológiát nem használtak az építésre. Se az alárok, se később a egyéb nációk, akik már magas szinten használták az építés technológiát. Ám miatt persze vannak olyan fajrészek, amik sorékromosak attól, hogy a külső térrel érintkezik. Az kivéthetetlen, de így pár mint például nem már az egy olyan magasságból jönnek csak az olajvisszőzik is. Tehát nem használok szigetelő technológiát, van ennek természetesen hátránya, van lehetséges utókezelése, meg át is lehet a nőanyagban burkolni, de nem idámolok. Aztán maradik. Na most ezeket a butorzatokat, például volt egy diópa a korábbi telephelyem előtt, ahol rekanyarodtak a rakrakom, ahol ki van írva a rézsümben, akkor téglagal érnek. Csak én ott meguntam azt a városi forgalmat, és még kiább kiválkoztam. És ott volt a parkolóban egy diófal, amit ilyen részegek mindenki megcéloztak, és lenyúzták a kérgét. Mert ugye diófa kérgát nem lehet visszaragasztani, viszont az autó bontóban meg lehet olyan alkatrészt találni, mert kipótolják az autó löphárítóját, meg van olyan festék is, amivel kipótolják. Így aztán úgy döntöttem, hogy kivágom a diófát, hogy egy ugye humanitárius okok miatt nem menjek neki közbe, másrészt meg ne szenvedjen a diófa. Tehát olyan anyagokból építek, ami úgy jön kézenfekvően, megszerezhető, saját szalagfűzésen fölvágom, akkor egy 500-as gyalogépen nagyjából meggyalulom, összeállítom, megcsiszolom. Tehát ezek ilyen saját putfőből való, nagyon rossz minőségű butorok, de én ezekkel dolgozom, illetve ezek láthatók, ezek használhatók. Aztán amikor ezt, na most már végre visszamerülök. A falak burkolása, itt a teraszon is, meg itt is, hát jobbára azokból a téglából van befejezve, amiket hoznak ide bele. Kezdetben én gyűjtöttem a számítteleten, de ugye az egy kis regionális terület, az nem fedi be se Magyarországot, pláne nem a monarchia területi, már nem igazán célom külföldi téglákat gyűjteni, de mondjuk itt egy osztrák érvezért kaptam pár darabot, azt ide kell tekinteni, mert az végül is a monarchia területe volt, hát meg Burgenland, meg kell kicsit magyar is kell. De az idő kronológiában ez a két kiugrasztott tégla, ez a somogyvári apátságból való, tehát László korabeli, ami 800 éven túlira regisztrálható. Ez a főhajóból egy idom tégla, itt nem látszik, mert annyira nem az. És itt látszik, hogy mennyire kézzel gyártott, paticsolt, hogy ugyan méretarányában hasonló a mai téglalakhoz, illetve az elmúlt századokbeli téglához, de látszik a vastagságban is, hogy nem törekedtek az, hogy ez abszolút egyforma legyen. Ha megnézzük régi épületeket, vagy mondjuk egy török rutendát, ott is úgy van, sokszor a vakolat vastagabb, mint maga a falazó anyag. Ezt csak úgy kitérőleg mondom, hogy nem volt akkor előírás. Mai építészeti szempontból például egy klinker téglával kirakott háznál milliméter pontosan ki kell fugázni, mert akkor annak úgy van értelme. Vagy például egy közületi illámhely, ki van egy folyosó csempézés, fölgyújtják a villanyt, és így ugrál rajta a fény, akkor azt mondják, hogy ez nem kőműves. Bár ez se igaz, mert ma nincs ilyen, hogy kőműves,
hanem van hidágburkoló, meg málágburkoló, meg testé, meg mázoló, meg stukkozó, szétterjedt a szakma. Téglagyártásról meg annyit, hogy a mai értelemben vett téglákat én már nem téglának nevezem, hanem palazó elemnek. Ebben beletartozik a...